Üdvözlök mindenkit a következő Rocket League videóban. Ez most egy pekítós, és hát nem pekítős, pekítós az a Rainbow-ban. Lágnyitós videó lesz. Úgy csak lehaltítom kicsit a zenét, mert rohadt hangos. Így már jó lesz. Na, szóval, hát itt még el szeretnék mondani pár dolgot, hogy ennek volt egy előző része, mert egy héttel ezelőtt felvettem egy részt, és ott az történt, hogy elveszett ez a felvétel. Nem tudom, hogyan, vagy nem is indult el, nem tudom, egyszerűen nem találtam sehol, úgyhogy az elment. Tehát az nincs ez a felvétel. Ez a két részt terveztem belőlük, mert megmutatom, összesen 20 kulcsot vettem, hát ami most már csak 10, ugye, mert akkor elnyitottam 10-et, és most is 10-et fogok nyitni. Igazából amit nyitottam, az ezek, ez volt, ez a Hexpace, ez a K2-es felni, meg ez a Firebug felni, akkor ez az Octane Razor skin, meg ez a Rocket Rail, ez igazából jó tetszik, ez fel is raktam. Meg ez a Magic Missile Boost igazából. Hát igazából nem olyan rosszak, de nem is olyan nagy cucc szeptem. Ezt is kinyitottuk. Meg hát kinek igazából. Hát nem volt olyan rossz, nem is olyan jó, igazából olyan közepes. Úgyhogy igazából ebből konkrét sorozatot nem tervezek, mivel most elfogynak a ládáim, szóval mostában nem is lesz ládám. Meg hát a kulcsok is elég drágák szerintem, úgyhogy ebből lesznek néha részek, de egy konkrét sorozat nem lesz, tehát így úgy tervezem. Főleg úgy, hogy az első rész el is veszett, tehát így elég egy kicsit szarult, de hát mindegy, remélem ez most már jó lesz. Hát mindegy, úgyhogy kezdjük is akkor a nyitást. Igazából lesz Overdrive láda, Turbo láda, meg ez a Player Choice 2, igazából ennyi. Úgyhogy ezek lesznek. Na, hát szerintem kezdjük a rosszabbakkal, úgymond. Igazából ezeket lehet belőlük nyitni, de már biztos tudjátok. Amit kellene, ez, hát ez az Octane, az nincs meg, a többi kettő megvan. Meg mind a kettő felni jó lenne. Na, hát akkor nézzük is. Hát is egy breakout egy skin. És certified. Hát nem rossz igazából. Nem rossz. Vessük a következőt. És elment két Dominus mellett is. Hát, ez se rossz annyira, de hát az Octane az ilyesár nincs meg, úgyhogy felesleges egyelőre. Folytassuk turboládákkal, és akkor végén az Overdrive-ok. Itt igazából, hát itt nem tudom. Annyi, talán az Endo, de annyira nem. Ez se fog meg igazából. Talán ez a két felnyom. Úgy is beakadt egy kicsit. És az Endo és a Septem közt álltam. Na, Takumira egy skin. Jában nem használom, úgyhogy teljesen felesleges. Nézzük a következőt. Megint ilyen szar skineket te. Nem hiszem már el.
Nem, hát ez semmi. Ez nagyon szar. Most az itt se turbolára. Hát ezt nem hiszem el. Ott ment el a Mr. mellett, vagy alatt. Hát ez meg van virágos skin, hát elég az. Na hát, de csak olyan jönnek a turbo, vagy az overdrive mellett, amivel ott van. Hát ebből természetesen ugye a két kocsi lenne a jó. Meg ez a fidget spinneres fan. Hát. Még nekem ez jobban tetszik, ez a turbinás. Na nézzük. Ezt nem hiszem, a centin... Aj! És egy Rocket Trail. Ami nem is olyan rossz. De. Már csak három overdrive láda. Nem, most tudom, hogy nincsen szerencsénk, valahogy nem akarja dobni a jó cuccokat. Hát ez egyszer megint megvan, vagy megvolt, vagy bedobta. Létszipa, vagy ezek is jók lennének, ezek amúgy bármi ezekben. És egy Animus! Ez az, egy Animus GP! Hú, de örülök ennek! Ez az! Hú, de király! Na, ez igen! Ez igen! Hú, de jó! Na, végre valami, ez sokszor után! Hú, de jó! Na, lássuk az utolsót! Ő is egy SLK felni, nem rossz. Nem is néz ki rosszul lényegében. Ja. Azt mondom, hát ennyi is lett volna ez a ládanyitás. Itt van, amit nyitottunk lényegében, ami legjobb nyitás. Dehogy trédelem, úristen. Várjunk, ide berakom. Ah, és vannak nagyon tök jó hozzék színek. Hát igen, még elég faszán néz ki. Szerintem. Ez nagyon jó, fogának nagyon örülök. Ja, jó van, még nagyon örülök. Na, hát köszönöm szépen, aki végignézte a videót. Várlak a következő részben is, addig is sziasztok!